A Down Egyesület 2011-ben nyitotta meg az egyedülálló és egyben hiánypótló feladatot ellátó korai fejlesztő központját a Csodavárat. Az intézményben Down szindrómával és egyéb fogyatékossággal élő gyerekek fejlesztését végzik családias körülmények között. Az épületet most adományokból sikerült felújítani az Egyesületnek. A kívül belül megújult épület új tetőt is kapott, és az energetikai hálózat korszerűsítése is megtörtént. A beruházás költsége 25 millió forint volt. A létesítménynek eddig közel 300 négyzetméterét tudtuk használni, itt a mostani átalakításnak köszönhetően ez 400 négyzetméterre növekedett. Itt az elmúlt időszakban, itt június 2 és a mostani időszak között közel 25 millió forintból valósítottunk meg felújítási, átalakítási, szigetelési munkálatokat, amelyet adományokból tudtunk megszerezni, pénzadomány, tárgyadomány, önkéntes munka, ezen kívül volt, aki futott értünk, úszott értünk, vagy, 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 bármi, szóval hogy ez egy nagy összefogás, ami nem csak Nyíregyháza, hanem szinte az egész ország részéről érkezett felénk. Az átadó ünnepséget nem véletlenül tették erre a napra, hiszen 1992 óta december 3-a a fogyatékkal élők nemzetközi napja. Így a létesítmény átadásával is szerették volna felhívni a társadalom figyelmét erre. A rendezvényen részt vett a megyei közgyűlés elnöke is, aki elmondta, a megyei önkormányzat több közös programot valósított meg az elmúlt években az Egyesülettel, és a jövőben is igyekeznek segítséget nyújtani az intézmény munkájához. Remélhetőleg a topnak a keretében is lesznek olyan célok, olyan támogatási lehetőségek, amelyekkel tudjuk tovább segíteni az Egyesületnek ezt a fajta tevékenységét a területi és településfejlesztési operatív programban, az az érintkezési pontokat feltárjuk, és, és fogunk ezzel a lehetőséggel élni, hiszen valóban, ha bár működik az intézmény, de megyei funkciót lát el, tehát nagyon messziről is, akár nap mint nap bejárnak ide családok, gyermekek, és itt élvezik azokat a szolgáltatásokat, azt a törődést, azt a szakmai hozzáértést, amit itt tudnak biztosítani a, 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 az Egyesület munkatársai, és ezzel valóban az egész megyére ható tevékenységkörrel rendelkeznek. A rendezvényen a Dauna Egyesület elnöke elismerő okleveleket adott át azoknak az intézményeknek, illetve magánszemélyeknek, akik adományaikkal segítették az intézmény felújítását. Az ünnepélyes szalagvágást követően a vendégek megismerkedhettek a csodavárban zajló szakmai munkával.